Mély nyomokat hagyott az alig több mint egy héttel ezelőtti óriási vihar Nyíregyháza utcáin. Rengeteg fa kidőlt, leszakadtak a vezetékek, épületeket rongált meg a szél. Megyeszerte több mint 300 helyre riasztották a tűzoltókat a károk miatt. Ennek nyomán a biztosító társaságok is folyamatosan kapták a bejelentéseket. Jellemzően azok a károk fordultak elő, ami idegen tárgy vagy farádülése, tetőre, esetre gépjárművekre, valamint az előző viharban nagyon sok volt a jégverés által okozott kár. Nagyon sokan hagyták szabadban a vagyontárgyaikat, ott is nagyon nagy erejű szél tönkretette őket, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy mi van benne ebben a lakásbiztosításban, milyen kockázati elemeket tartalmaz. A kárfelmérők a legutóbbi vihar óta folyamatosan terepen vannak, és sok ügyfélnél megkezdték már a kifizetéseket is a biztosítók. Számos helyen okozott még problémát villámcsapás, illetve annak másodlagos hatása. Ezek ugyan tűzesetet nem idéztek elő, de az ingatlanokban működő műszaki berendezések tönkrementek. A jég, valamint a kidőlt fák és oszlopok sokak autóját is tönkretette, kártérítést azonban csak azok igényelhettek, akik rendelkeznek kaszkóval. A házak tetejét is megrongálta a szélsőséges időjárás, de itt sem minden esetben fizet a biztosító. Sok helyen előfordult, hogy a tetőszerkezet sérült, itt ugye az ügyfeleknek arra is figyelniük kell, hogy mikor történt meg a felújítása ezeknek a házaknak, és megfelelően vannak-e rögzítve ezek az elemek, hiszen ha a biztosító azt fogja tapasztalni, hogy nagyon régen nem történt javítás, vagy helytelenül lettek rögzítve, mondjuk esetleg a lemezek, akkor nem biztos, hogy fog térülni a lakásbiztosítás terhére a kockázat. Fontos, hogy a kárbejelentést követően a kárszemléig csak a legfontosabb kárenyhítő javításokat lehet elvégezni, és mindent le kell fényképezni. Érdemes a részletekkel kapcsolatban szakértőt felkeresni, hiszen a nem megfelelő dokumentáció miatt is több 10 000 forinttól lehet elesni.